Az emberek nagy része ösztönösen vonzódik a régi idők emlékeihez. Az Egerben található retro kiállítás egyik célkitűzése, hogy visszaadja a korabeli évtizedek hangulatát, amely a visszajelzések szerint nagyon jól szokott sikerülni. Mint sok magángyűjtemény, ez is lassacskán nőtte ki magát. Ez kiskorom óta tart ez a hobbinak mondható gyűjtés. Hát végülis nem múzeumnak indult, csak gyűjtésnek, meg kedvelésnek, és későbbiekben ugye annyi minden összegyűlt már, hogy ebből jött az ötlet, hogy csináljunk egy múzeumot, ami 4 éve fogant meg. Aztán végül is az embereknek a jelen időből való kiszakítása, visszaröpítése a múltba, nosztalgiázni egy kicsit és felhozni a régi szép emlékeket, végül is ez a célja. Körülbelül 30-40 évbe telt, ameddig a ma is látható anyag összegyűlt. Sok újságot például kazánházakban sikerült megmenteni. Emellett bizonyos ritkaságok szinte már csak ismerősi körben cserélnek gazdát. Egyre jobban kihalnak ezek a dolgok, ugye érdeklődés hiányában is. Hát sokat kellett utána járni, gyűjteni, tehát ez nem úgy van, egyik pillanatról másikról megbemegyünk a boltba, és akkor megvesszük azokat a tárgyakat, amiket gyűjtünk, hanem sok utána járás szükséges hozzá. Sok eszközt ki is lehet próbálni, például korabeli videójátékok is szerepelnek a repertoárban, amelyek elindítása is komoly gondot okozhat egy mai fiatal számára. A 70-es évekbeli játékot láthatunk, amivel éppen játszunk a barátommal. Hát ez még a számítógépek elődje, ami egy egyszerű kis tévéjáték. Hát a Videoton gyár, mint láthatjuk, ő is gyártotta és elkezdte ezt a kezdetleges kompjútert gyártani, ami későbbiekben ugye tovább fejlődött. Egykoron sok gyerek és fiatal foglalkozott különböző dolgok építésével, például a terepasztalokon gyakran kaptak helyet különböző modellvasutak. Ezt a darabot elektromos áram hajtja a kerekein keresztül. Egy ilyet is megépíteni, ugye ez is egy élmény. A fejedben lévő, hát végül is várost, vagy kis falvat, vagy egy olyan dolgot, ami éppen ki szeretnél találni, azt tudod megvalósítani. Az elmúlt 100 év mezőgazdaságának eszközeit is meg lehet tekinteni, és egyebek mellett régi idők mesterségeiről szóló kvízt is ki lehet próbálni. Emellett, ha szemfülesek vagyunk, akár olyan rendszerváltás előtti úttörő őrsnaplót is találhatunk, amelyben olimpiai bajnok úszónk Egerszegi Krisztina volt az őrsvezető.